Szorgos kezek dolgoznak a Vasvári Pál gimnázium alaksorában, az eddig elmaradt ajtó- és radiátorfestésben, valamint a tablók visszahelyezésében segítenek az önkormányzat képviselői és az alkoholköfém önkéntesei. A gimnázium örömmel fogadta a felajánlást, hiszen az intézmény szűkös költségvetésből gazdálkodik. A költségvetésünk az a napi munkához feltétlenül szükséges dolgokra elegendő csak, és ahhoz, hogy előrébb lépjünk, hogy kicsit fejleszünk, ahhoz jól jön mindenkinek a segítsége, a sok szorgos kéz az el kell egy ilyen nagy intézményben. Az Alkoholköfém Kft. Immár 6. alkalommal hirdette meg közösségi szolgálati hónapját, melynek során munkatársaikat arra bátorították, hogy tegyenek valamit a közösség a lakókörnyezet javára. Akkor, hogyha egy közegben termelünk, dolgozunk, és ott nyereséget érünk el, akkor alapvető kötelessége minden vállalatnak a közösségi munkavégzésből is kivenni a részét, és a dolgozóit is erre ösztönözni, és nagyon örülnénk, hogyha mások is követnék a példánkat. A város vezetése is ecsetet ragadott azért, hogy segítsen a 15 önkéntesnek a munkálatokban. Emellett biztos, hogy akad még olyan munka, amit ha elvégzünk, akkor még inkább előre tud lépni az intézmény infrastruktúrája tekintetében, az intézmény maga is és az önkormányzat is. Azt gondolom, hogy természetes, hogyha egy cég egy ilyen segítséget, támogatást felajánl, hiszen itt eszközt, anyagiakat is egyébként az alkohol biztosítja, akkor a város is eljön. 2011 egyebek mellett az önkéntesség európai éve is. A vállalat ehhez mérten számos intézménybe látogatott el ebben a hónapban. Mindegy 14 óvodában és iskolában vették ki részüket a felújítási munkálatokból.